Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép napsütéses nyári hétfő délután kívánok, folytatjuk tovább a No Man's Sky-t. Én olyan szinten vagyok a rottyon az allergiától, hogy nem húzom az időt azzal, hogy ezt részletezzem, mert majd látjátok, halljátok rajtam úgyis, de ez majd egy ilyen nap, majd holnap jobb lesz, ilyen A7-B7 jelleggel működik ez, de próbáltam összeszedni magam és erőt gyűjteni, meg levegőt a mai délutáni adásra, és végre elkezdjük, ha minden igaz, bár No Man's Sky-nál nagyon óvatosan kell fogalmazni ezzel kapcsolatban, az anyahajón építeni a bázisunkat, amit nagyon-nagyon várok, meg nagyon-nagyon szeretek építkezni, OCD-zni, úgyhogy bekapcsoljuk űrszenzorainkat, és hát belekezdünk egy kiváló kis mobil bázis megépítésébe. Ha minden jól megy, illetve hát ugye elkezdtünk a falunkkal is foglalkozni, a kis űrtelepeseinkkel, őrájuk is rájuk nézünk, és hát valószínűleg farmolgatunk majd, mert hát valószínűleg kelleni fog az építéshez, meg minden egyébhez is, de jó lesz, chilles lesz, kellemes, űrös, muzsikás, lövöldös, meg ilyenek. Szevasz, Manyó, Geri, Hungary, Stratgen, Lilla, Jamina, Citrozoi, Génorbi, Újszedem, Csalamádé és mindenki mást is köszöntök. Már előre a támogatásokat is, Lighty az 51-et, Ardi, köszönöm a feliratkozást neked, Tárdigráda, Lacika, Grabus, Szabolcs és Ádi, neked is üdv itt köztünk. Egyébként ezúton is néha szoktam ilyeneket megcselekedni, nagyon-nagyon szépen köszi a VOD nézőknek, ott is rengeteg tippet, meg tanácsot, meg úgy egyáltalán a sorozatnak a követését. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Meglátjuk, hogy ma mennyire járunk sikerrel. Hát a legutóbbi adásban azért elég sok idő elment azzal, hogy megszerezzük a legerősebb Sentinel robotnak az agyát, de az is egy kaland volt, úgyhogy ki tudja, hogy ma milyen nyersanyagra lesz szükség, amit órákon át fogunk keresni. Péntek 13 volt, platinummal is meggyűlt a bajunk, úgyhogy voltak fennakadások bőven. Vágjunk bele, és akkor derüljön ki, hogy ma bázisépítés helyett vajon mibe fog beletörni az űrbaltánk, a lézerkardunk, hogy úgy mondjam. Srácok, folytatódik a No Man's Sky. Csak egyszer állítanák be minden normálisan stream előtt. Tudj. 7 óránk van a játékban, az még nem is olyan sok, jól láttam. Igen, mert azt hiszem, hogy csak a tiszta játékidőt méri. Ott a pause menün meg ilyeneken nem méri az időt, úgyhogy a tiszta gameplay az 7 óra, az még nem sok. Bocsánat. Némi fröcskölések. Új. Nem egyszerű az élet. A takonnyal éled. No! Várjál, mert támadás van. Megtámadták a telepeseinket. Nincs itt idő gondolkozni. 6 darab Sentinel. Abban a pillanatban átváltunk a fegyverre. Fölmászunk a háztetőre. És modern űrserifként elképesztően elkezdjük kiosztani a fejlövéseket. Mondjuk ezek gyakorlatilag csak fejből állnak, ezek a űrrobotok. Úgyhogy nagyon máshol nem tudjuk őket meglőni. Azaz. Még 5. Őte! Kellene majd fegyvereket is fejleszünk, mert el vagyunk maradva rendesen, szó se róla. Nájj be a pajzs mögé, Johnny! Jó, még 4. Halló? Halló? Ott van. Hup. 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 Azaz. Azaz. Úristen, elment a chatem! Mi van itt? Ja, visszajött. Jó. Minden rendben, nyugi. Még 3. Várjatok, drága feleim. Úgy. Apu settingelt.
Szegény falulakók, nem csoda, hogy így nem tudunk fejlődni, ha folyamatosan agresszív drónok támadnak minket. Ne felejtsem el ezeket fölvenni. Egy, kettő. Ő tök jó lenne, hogyha a falusiak így fegyvert ragadnának és segítenének, mert nem lehet, hogy így később felszereljük a telepeseinket fegyverekkel? Egy tök jó, hogy így neki bemenekül, nekem meg egyedül kell lőni 6 darab robotot. Hát vagyunk vagy 20-an. Igazán hasznossá tehetnék magukat. Nem hiszem, hogy olyan nagy kérés lenne. Még egy utolsó van. Halló? Hova lett? Ott van. Ő nem okos, tehát hogy itt vagyok mögötted, haver. Jó. Győzelem. Nagyon jó, felszedjük a lootot. És akkor nézzük, ugye legutóbb várni kellett másfél órát, mert ugye elkezdtünk egy elképesztő gyárépítést. Most már elvileg az letelt. Úgyhogy megnézzük itt a Polgár Jenő asztalnál az intézkedéseket. No. Azt mondja, hogy jött egy látogató ide a telepre. A stranger in need. Egy látogató, Zanakho, segítségért fordul hozzánk. Elromlott az űrruháján a védelmi egység, ezért menedéket kérnek. Segítsünk neki, vagy kidobassuk. Hát segítünk neki, hát kedvesek vagyunk persze. Kis pénzébe kerül a falunak, de segítünk neki. Jó. Aztán nézzük. Egy kérés a drága telepeseinktől. Fesztivált szeretnének tartani. 76% egyetért ezzel. Hát már legutóbb is csináltunk egy fesztivált ezeknek a hülyéknek, nem? Jó, csináljunk fesztivált. Tessék. Jó. Na nézzük akkor, hogy állunk. Itt van ugye a statisztikánk. 61 lakos, 15% boldogság. Hát igen, és egy kicsivel kevesebb pénzt termelünk. Tehát megépült a gyár, szerintem. De még így se termelünk elég pénzt. Remélhetőleg, hát hogyha tudunk ma is építeni ide valamit. Majd megnézem, hogy most mit ír itt a játék. Hogyan tudunk tovább haladni. Igen, űr-ozora fesztivált tartunk. Az a baj, hogy nem lehet táncolni. Manage your settlement. Azt mondja, hogy 110 aranyra van szükség, hogy megépítsük a tetejét a gyárnak. Akkor még nem készült el a gyár. Akkor azért vagyunk mínuszba. Akkor viszont szereznünk kell aranyat. Hát azt megoldjuk, azt nem olyan vészes, azt talán venni is tudunk. Aha. Jó, 110 arany. Azt hittem, hogy aha, várjatok, mert itt apunak az anyahajóján van itten arany. Mindjárt itt behívjuk. Úgy. Innen gondolom nem tudom kivenni. Nem. Föl kell repülni, aztán kivesszük a matériát. Szerintem, hogyha elkészül, akkor be tudunk menni, meg tudjuk nézni az épületet majd, igen. Hui! Hopp! Kislag nem lag. Azaz. Teleportálni lehet-e? Szerintem kell majd építeni egy teleportert, nem tudom. De tekintve, hogy ide tudjuk hívni a nagy hajót, lényegtelen. Jó. Elrakjuk az aranyat. És már mehetünk is. Meg majd ugye építeni kell egy modult az anyahajóra. Egy ilyen sugárzó modul. És akkor majd föl lehet, meg le lehet róla sugározni tárgyakat, szóval
ahogy a hajóba is megépítettük a legutolsó adásban ezeket a hasznos kis fejlesztéseket, majd az anyahajóra is kell ilyeneket rakni, és akkor jó lesz. Ezért kár volt kinyitni a napvitorlát. Sőt, így fék! Éppen hogy. Igen, majd elkiáltom magam, hogy energiát! És akkor felsugároznak az anyahajóra. Mondom, hogy Scotty! Csatolj fel, Scotty! Hogy nem tudom, miért aranyból építjük a tetőt, ez egy gyár lesz, nem egy múzeum. Hogy? Gold. Megint másfél óra. Jó van. Megint külföldi vendégmunkásokat kellett nekünk is idehozni, hogy ne haladjunk semmivel. Szörnyű. Jó. Na nevezzük el ezt a települést akkor már, ha itt vagyunk. Mert az legutóbb elmaradt. Ha minden igaz. Ne szkenneljék, utász! Odaverek. Azt hiszem itt az asztalnál el tudjuk. Jó. Úgy. Úgy. Na válasszunk egy kiváló fantázia nevet. Azt mondja, hogy... Hol vagytok? Itt vagytok. Úgy. Zol'jin. Hát nagyon jó, ez egy troll név. Már hogy nem úgy troll, hogy troll, hanem hogy troll. Ez egy jó név. A Zol'jin 30-as település. Így-így ott van neki a csodás neve, kiváló. Jó. Na. Akkor kérem. Településsel megvagyunk. Irány az anyahajó. Elkezdjük azt. Exploration, Nexus Mission, Fighter, Settlers. Jó. Ah, igen, vissza kéne menni a bázis kompjúteremhez is. Mert ott az meg folyamatosan adja a recepteket amúgy, csak nem interaktálok vele. Na, ugye leraktunk egy bázist. A legelső bolygón, ahol voltam, csak azzal azóta nem foglalkoztunk. Na mindegy. Irány az anyahajó! Hui! Öpp! Azért nem menjünk neki. Ha kérhetem. Úgy. Stay away from the voodoo. Láttátok, ott valaki a hajómon volt. Vagy halucináltam. Na! Egyáltalán nem foglalkoztunk még itt az anyahajóval, ugye? Azt hiszem, hogy annyit csináltunk, hogy megvettük, de azon kívül még nem indítottuk el a menedzsmentjét. Úgyhogy most meg fogjuk mindezt tenni, gyakorlatilag a nulláról. Fölmegyünk a hídra, és akkor követjük a bevezető küldetést. Így. Le tudom kapcsolni valahogy a pilácsomat? Mivel kapcsoltam föl a pilácsomat, ha valaki tudja? Nem? Fogalmam sincs. Világít a mellyem. No. Azt mondja, hogy Fleet Management. Ez kell nekünk először? Van egy hajónk, egy C-típusú hajónk van, ami egy kereskedelmi hajó. Jó. Megnéztük. Beszélünk a navigátorra. Építenünk kell egy irányító szobát, hogy tudjuk a hajóinkat küldözgetni. Jó. Megkezdjük.
Squadron pilóták, az nem tudom mire való. Na, ugye úgy működik az anyahajó, hogy az anyahajóhoz mindig fel tudunk venni pilótákat, hajósokat, és őket tudjuk küldözgetni misszióra, de ahhoz először kell építeni egy szobát, vagy hát nem is egyet, akár többet, ahonnan ezeket a missziókat elindíthatjuk, úgyhogy megépítjük ezt a szobát, csak így. Még meg kell tanuljam az irányítást, nagyon jó. Egyes irányító szoba. Meg is vagyunk. Hozzá csatoljuk a üzemanyag receptet, azt letöltjük. És akkor innentől kezdve annyi a feladatunk, hogy üzemanyaggal kell ellátni a flottánkat. Mert nem ingyen utazgatnak nekünk küldetésre, a benzinpénzt azt ki kell nekik fizetni. Jó. Megnézzük, hogy el tudom-e küldeni ezt az egy hajónkat, ami van. Egy expedícióra. Íme! Van itt kereskedelmi misszió, balansz, kombat, bányász misszió. Tekintve, hogy kereskedelmi hajónk van, meg ez tart egy óráig, ez a legrövidebb. Ezért erre elküldjük itt az SS2 Jokavát. Úgy. Kettes nehézségi szint, kettes fleet rating, 50 tonna üzemanyag, mehet. Terem! Siker! Jó? És akkor én... Halló? Ne bagoljon, uram! Kérem, uram, ne bagoljon! Eltűnt a szoba! Pedig kötelezően számlát kell hozniuk az üzemanyag költésről. Na, gyorsan mentünk egyet, aztán megnézzük. Visszatölti-e. Neo bement a zárt WC ajtón, pontosan. Na, szállj be a hajóba. Úgy. Nagyon jó. Geri, köszönöm szépen Csillának az ajándékgiftet, Little Gábor a 15 hónapot. HM lesz-e holnap az Evil Dead? Hát Gábor, hogyha megnézed a menetrendet, oda az van írva, hogy Evil Dead zárójel hard mód. Ennél nem tudom, hogy hogyan lehetett volna egyértelműben elkerülni azt, hogy erre a kérdésre válaszolnom kelljen, de látod, mégis föltetted, én meg mégis válaszoltam, tehát... Kukisztál egyet, én meg megszagoltam, de hát na, ez ilyen. Ricsi, köszi a 7 hónapot, Deni, neked is köszönöm a csírt, Kodama, Timpazi, szakálpörölj, sajtos, csoki puding, nektek is köszi a supportot. No, hát visszateleportált a szoba, látjátok? No. Szóval a hajókat elküldtük. Beszélünk itt a commanderrel, ez a kiváló újpesti fiatalember vezeti a missziót, 57 perc, és utána vissza is jön. Sok sikert. Jó? Azt nézem, hogy egyébként ezüst, arany és trítium kell itt az építkezésekhez. Úgyhogy valószínűleg majd ezeket a nyersanyagokat kellene összefarmoljuk. És most mindjárt tartunk egy ilyen inventori ellenőrzést. Várjatok, itt ugye megint vettünk föl nyersanyagokat a leölt szentinelekből a falunál. Úgy, ezeket mind jól el fogjuk adni. Meg egyelőre a Sentinel mapot is el fogjuk adni. Ezt kicentrifugáljuk, ne Nightra. Jó. Na, Exos útba kifelé. Ráírd azt az a kárgóba. Úgy. Kell nekünk egy űrállomás. Akkor kicsit beruházunk az alapanyagokba. Ügyesen. Jaj! Jaj! Aztán elkezdjük az építést. Hát ingyé magától nem megy az. Kaptam egy Sentinel szelidítős küldetést? Olyat még nem szerintem. Viszont... Van üzemanyag a Hyperdrive-ba?
Azt nem tudom. A bázisomra vissza tudok teleportálni a Space Stationről. Igen, mert ott van portál. Mert van üzemanyag, akkor lehet, hogy elugrunk a frigattal együtt. Mert ugye tudunk ugrani az anyahajóval is az űrbe. Úgyhogy akkor ugrunk egyet. Viszont ahhoz azt hiszem, föl kell menni a hídra. Mert ugye... Hát annyi van, hogy messzebbre tudtok ugrani az anyahajóval, mint hogyha a kis hajóval ugranátok. Ja, igen, tudom, ide is tehetek majd teleport kaput, persze. Viszont azt hiszem a freighterről csak lefelé lehet teleportálni, fölfelé nem. Hol tudok ugrani? Nem itt tudok ugrani, ugye? Transfer items? Nem. Igen, azt itt kell valahol. Ott van. Na, az avidizód rendszert elhagyjuk. És merre menjünk? Atlas Station, Free Explorer, Galactic Core. Mehetünk a Galactic Core felé. Azt nem tudom, hogy itt voltunk-e már. Azt látom valahol, hogy merre jártam. Szerintem itt mutatja, nem? Hogy merről jöttem, aha. Szerintem erre még nem jártunk. Elmegyünk ide. Fröner Dominik, köszönöm szépen a... Vagy Froner, a Prime-odat. Nagyon szépen köszi. Úgy. És miért nem látom? Ja, így már látom. És Geri a giftet. Arról le is maradtam talán, vagy mondtam. Lecsapnak itt engem a dolgok. Na, átmegyünk az űrállomásra. Van arra határ, hogy mennyi települést építhet? Mármint, hogy űrtelepes települést? Nem tudom, hogy lehet-e több. Fogalmam sincs. Ja, amikörül fehér kör van, ott voltam. Ah, köszi, Andrew. Nézd meg, ott már jönnek is idegenek. Úristen, micsoda, mennyi, mekkora flotta van itt. Azt nem tudom, srácok, hogy kiket tudok fölvenni pilótának. Szóval, hogy tudok föl? Az űrállomáson kell beszéljek, ember, oda nézzetek. Hát, nézd, hogy népszerűbb vagyok, bazd meg, mint az Osam, meg a Tesco. Mindenki az én hajómon akar landolni, beszarsz. Na jó. Űrállomás. Űrállomás. Jövök már. Kell, hogy várj, várj is meg. Gyakorolni. Nukéhám. Első dolog. Shell. Ez nem kell. Most egyelőre ezt is eladom. Azt is. Azt is. Azt is. Kell a hely. Jó. Mit lehet venni? Szódiumot veszünk. Magnogold. Dirty bronze. Mondjuk meg lehet tisztítani, azt hiszem. Nincs túl sok nyersanyagotok. Konkrétan semmi. Fasza ez a hely. Megnézzük a másik oldalt, Mizu. Megvesszük a inventory slot fejlesztést. Egy. Itt a technology-t kérem.
Köszi. Mit van eladó? S. Scanner S modra van szükségem. S. Shield modul S. Jó. Oké. Okay. Melyik ez az autós? Ez a hajós. Megnézhetjük a hajóra, mi van. Múltkor azt mondták, hogy egy shopban más szokott lenni. Ennek a mondatnak nincs értelme, vagy ha van, akkor én nem értem. Gondolom arra irányul a dolog, hogy lehet resetelni a shopokat valahogy. A C-scanner. Volt Caster, Plazanocse, Geology, Mining Bean. Istennek nincs olyan upgrade, ami nekem kell. Az A-scannert megveszem. Az is jobb, mint a semmi. Nem mint, hogyha annyira szkennelnénk, de... Shield modul. Van shieldem, igen, ott van shieldem. Install. Jó. Most ez shield. Jó. Azt akarom megnézni, hogy ezek a sprintek a jetpackkel nem mennek-e össze, de nem. Úgyhogy mindegy. Ez itt jó. Ez meg egy szkenner, ez meg a multitoolba kell. Ide. Mit ad? Fauna analysis reward plusz 5000%. Kicsit több pénzt kapunk, hogyha beszkenneljük az állatokat. 5000-szer többet. Jó, ezeket meg el akarom adni. Exosuit modulok. Már megnézhetjük őket. Ja, már nem tudom használni, mert így is három van. Akkor ezeket eladjuk. Itt ennél a bácsinál, ne nájtér. Jó, ötször annyit, igen. Vagy öt. Nem felejtem el a jetpack upgrade-et, de nincsen S-tier belőle, most ilyen B-re nem akarok költeni. Az az igazság. Hogy tök jó, hogy jetpack upgrade, de... De ez nekem nem kell. A B. Ez a baj. Hogy nincs normális upgrade. Ahogy. Na nézzük, mit kell vásárolni. Azt mondja, karbon, szódium, dihidrogén. Azokból mind kéne. Oxigén, a ferrite, abból van elég. Technológia, oké. Okay. Hajó. Hajóra kell szódium, urániumot kéne venni a hajóra. És akkor ugye kell trítium, ezüst, meg arany. Hát kéne venni egy bányászrendszerbe valószínűleg. Azt meg a freighterre kell majd felpakolni, ezüst az van. Úgyhogy arany kell. Jó. Itt mindjárt beszélgetünk emberekkel. Meg kellene pilótákat szerezni, nem tudom, hogy lehet pilótákat szerezni. Abba valaki hagyha beavat, ám mint hogy az anyahajóra ilyen küldetésre küldhető pilótákat. Ja, igen, nézzük meg a másik boltot, erre akartál utalni, Hirx, megértettem, megnézzük. Expedícióra, Andrew, igen. Expedícióra kell lennének nekem lelkesen vállalkozó szellemű kadétok. A
Nézzük, hogy tényleg más-e itt a shop, vagy hazudnak. Arra nem kell külön pilótát venni, de hát csak egy emberünk volt, hát kéne több. Ha jönnek kereskedő flották, akkor menj közel hozzájuk, rádiózni fognak, hogy vedd meg őket. Aha. Firing Loom-ra be kéne ruházni majd. Kobalt, oxigén... Polar Mirror. Ott van. Ezüst. Arany. Tényleg más van a kettő különböző izénél. Jó. El kéne menni egy kis karbont farmolni amúgy. Kellene Wiring Loom-ot is venni, meg kelleni fog. Külön kis megvehető hajókat lehet venni. Na, de hol veszek ilyen kiváló hajókat? Ja, ott a kereskedő flottánál, jó. Igen, jó. Akkor varpoló flották. Vettem, köszönöm, srácok. Jó, vettünk oxigént. Szódiumot. Aranyat. Ezüstöt. Igazából az majd a Freighter, Tritiumot. Az van. Jó. Akkor beszélgetünk itt, megnézzük, vannak-e itt flották. Jaj, jön a halál. Egyszerre a hajóba. Istenem. Ennél már csak az lenne rosszabb betegség, hogyha ügyfélszolgálatos lennék. Mármint, hogy nem a betegség, hanem hogy a tüsszé... Semmi baj, ez itt az. Na, ott van egy csomó flotta amúgy. Beszélgetünk velük. Halló? Aha. Recruitable frigate. Az kell nekem. Recruit Johnny. Ezeket a zöldeket kell fölvegyük. Aha. Szevasz, Johnny. Kőmunka. Inspect. Megnézzük. Johnny T. Trade specialista. 2 millió forintba kerül? Hűte, hát akkor nem egyelőre. Mert traderem van, akkor egy másik típusút akarok először. Ilyen drágák a pilóták, basszus. De ő volt az előbb is. Ez ugyanaz a Johnny? A Mr. Support. Ó, te. El kell kezdenünk pénzt farmolni. Ez ma lehet, hogy pénzfarmolós adás lesz. Jó. Akkor őteteket békibe hagyjuk egyelőre, nem veszünk föl embert. Hát én azt hittem, jönnek ingyen, hogy lelkesek, tudjátok, vagy valami. Jó, melyik az én hajóm? Ott van. Le kell menjünk még a bolygóra, farmolunk egy kis szenet. Csak közben a Niagara vízes és manifestálódik az orromban. Ja, hogy kínai szektorba menjünk, értelek benneteket, hát ha ott olcsó. Ez meglehetősen vétó és rasszista, de...
Ám jön a kalóz. Kilövöm, bazd meg, hol vagy? Ott van, nézd meg. Ugye azt írtátok nekem, talán YouTube-on, hogy elvileg amúgy a hajóból is tudunk farmolni, ha szétlövöm a cuccokat. Csak így becsapódok. De aha, ott írja, kapom a szenet. Ez így nem túl elegáns. Inkább leszállok. Amúgy is kapunk pénzt, ha beszkennelem a dolgot. Ez nem rasszizmus, ez piacgazdaság, ja, bocsánat. Hazardous Vitals, Inescapable Sentinels. Jó, ez megint egy vállalhatatlan bolygó. Extreme Sentinel Planet, az mit csinál? Ja, itt is ilyen gravitino labdák vannak. Na nézzük, mennyi pénz a scam. 17 000. Aj, ne már! Bazzeg... Rohadt fos, hogy egyből... Nézzétek meg, egyből bazzeg 65 000 Sentinel jön rám. Jó, ez egy szarbolygó. Lelépünk. Megnézzünk egy másikat. Ja, tudom, hogy mit jelent az extrém, csak faszom. Mehetünk egy másik bolygóra. Már PTSD-n van a Sentinelektől, múltkor elég volt. Ádám közben köszi a 28-at meg a giftet, nagyon szépen köszi. Sumika, neked is. Leléptünk, akkor adjatok egy másik bolygót. Ez volt, ugye? Mit másik bolygó ebben a rohadt rendszerben? Haló? Egy bolygó van itt? Nem, van több. Még ha már úgyis pénzt kell farmolni, akkor átmehetnénk egyet kalózkodni, de mindegy. Hol a másik bolygó? Igen, a belső nézetben van szkenner, tudom, csak meg akartam úszni, hogy át kelljen oda váltani. Ne szédüljetek el. Hol tudok átváltani? Ott van. Ja, de itt csak holdak vannak. Elég jól néz ki ez a hajó belülről. Persze most nem látjátok, de... Jorosz 7-es. Egy elég halott bolygónak néz ki. Reeking Planet. Ezzel meg tuti nem lesz szén. A belső nézetben jobb a kép. Nem esik szét annyira. Hát most nem fogok mindig beváltani rá, de jó tudni.
Micsoda felhő, basszus! Oda nézzetek! Gázbolygó! Ejha! Vannak itt valami növényszerű dolgok, meg állatok is. Főleg állatok. Úgy néz ki, itt állandóan köd van. Nem is jorosz ez a bolygó, hanem porosz. Igen. Kataklizmikus monszun eső. Fantasztikus. Mert 48 ezeret kapunk azért az állatokért. Megéri őket beszkennelni. Már ha közelebb lennének egy kicsit. Jó rossz az idő! Áó. Igen, hát egy 96 fok Celsius. Szkenneld be azt a madár testű. Most ezt szét tudom szedni, vagy mi ez a gigafa? Ennél kicsit hatékonyabb farmolás kéne azért a szénre. Venni egyszerű. Tudom, hogy mindjárt fólol ezeket, csak kiszedem ezt a pár gombafát, és megyünk is vissza. Csak ezeket itt kiszedem, aztán megyünk is. Úgy. Úgy. Szulfúr. Eladjuk. Ezek a másodlagos anyagok nem tudom mire jó. Ezt majd ültetni lehet. Jóval 600 szén, az fasza. Hidrogénból is kevés van. Azért szeretem az ilyen farmolós játékokba, hogyha az alapnyersanyagokból sok van, hogyha bármire kell, akkor legyen. Ne később derüljön ki, hogy nincs. Ezeket gyorsan összegyűjtjük. Krisztál fragment. Jó. Na, húzzunk a vérbe. Ja, tudom, hogy repcsiből gyorsabb farmolni, csak olyan töketlenül lehet a repülővel itt navigálni. Vagy legalábbis nekem. Jani, megpróbáltam szétlőni a fákat, meg mindent. Na, húzd fel! Azaz, nem megyünk neki! Na. Vissza a flottához, gyerünk. Most egy kicsit átalakítjuk a hajónknak a fedélzetét. Kialakítjuk az alapot, azzal kapunk vissza nyersanyagot is. Úgy.
Na. Azt mondja, hogy inventory. Ezeket most nem kellenek. Úgy. Kárgó rendben. Űrhajó. Átrakjuk az ezüstöt az anyahajóra. Ú, de hülyén néz ki ennek a felépítése. Átrakjuk az aranyat. Úgy. A trítiumnak a felét is át kéne rakni. Úgy. Ez nem kell. Ez se kell. Mi van karbon a hajón? Az oda nem kell. Úgy. Úgy. Fasza. Hú, 335 ezerért kalózkodik itt kimbal. Haló? Itt valaki behatolt. Ki vagy, Morci? Szálljál ki azonnal? Kalóz vagy? Kudodzsi kapitány. Hello? Nem akarsz csatlakozni hozzám? Squadron is full. Senki nincs a squadron... Ja igen, azt még meg kell nyitni, hogy squadronolni tudja. Jó, mit van eladó, akkor azt mondd meg. X-el gyorsabban át tudod tenni. Srácok, ne kezdjük el megint a duplavével mész előre és hasonló. Jó, léci, köszi. Jó? Mindig át, mindig próbálok aranyos lenni, hogy közösen játszunk, találjuk ki együtt a dolgokat, és akkor átmegyünk megint abba, hogy ezt csináld, azt csináld. Így kattintsál jobbra, bazd meg, a hajóval úgy szálljál föl. Jó, na. Please, azért hadd videójátékozzak én. Köszi. Nincs nála semmi használható, basszus. Jó. Mit ír bázisnak? Ja, ezt írja külön bázisnak. Jó. Na! Azzal kezdjük az építkezést, hogy lebontunk mindent. Mert ahhoz, hogy építsünk, először rombolni kell. Csak itt van ingyen loot. Egy mikroprocesszor, mit csináljak vele?